Köszöntöm Önöket! Mint ahogy láthatták, előző adásainkban is a 120 éves FTC első aranykorszakát mutattuk be Önöknek. Mai adásunkban is még ezt tesszük. Egy szakosztályvezetőt ismerhetnek meg, egészen pontosan Grégerzen Endrét. Ki volt Grégerzen Endre? Grégerzen Endre a nagy hírű, a századfordulón nagy hírnévre szertett Grégerzen Gudbrand által vezetett családnak a legkisebb gyermeke volt. Grégerzen Gudbrandról már többször tettünk említést különböző sétáinkon. Norvég származású ácsmesterből Magyarország egyik legfontosabb építőipari vállalkozójává vált, avanzsált személyiségéről beszéltünk ezeken a sétákon. Ennek az embernek minden szempontból nagyon termékeny élete volt, rengeteg munka fűződik a nevéhez, például az itt éppen felújítás alatt álló bakásséri templomnak az eredeti építésében is részt vett. Mint most pedig a felújítás ácsmester. Hangjait hallhatják a kedves nézőink. Úgyhogy talán azt is lehet mondani, hogy a Grégerzen család szelleme is itt valahol a környékünkön megvan, vagy megjelent. Szóval egy nagyon híres építőipari vállalkozó volt, aki 19 gyermeke közül a legfiatalabb gyermek volt Grégerzen Endre, aki a családi vállalkozás jogi ügyeiért volt felelős. Annak idején minden fiát Grégerzen Gudbrand a vállalkozás szempontjából juttatta olyan oktatáshoz, neveltetéshez, amely segített aztán továbbvinni a vállalkozást. Nem lehet egyszerű 19 gyereket. Hát nagyon, nagyon kemény lehetett, de azt hiszem, hogy az édesanyának volt a legkeményebb, aki ezt a 19 gyereket 21 év alatt hozta a világra, és csak egyszer volt ikerterhesség, úgyhogy ez egy nagyon kemény dolog lehetett annak idején. Szóval a 6 felnőttkort megért fiú közül 4 építész volt, 1 erdőmérnök és Endre jogász, de minden mással is foglalkozott, például imádta a sportokat, minden sportot imádott, és ahogy egyébként a család több tagja is, 1899-ben ő is részt vett az FTC alakulásánál, az alakulás megszervezése körül, ő is ott tevékenykedett, és 3 szakosztály alapítása is a nevéhez fűződik, egyébként nem csak egy, de kipróbálta magát egyébként a labdarúgásban is. Még az 1899-es, 1900-as években ő többször is játszott a Fradi első csapatában. Hát nem vált belőle igazából nagy focista, aztán végképp nem vált belőle profi focista, de a sport szeretete az egész haláláig, amely 1942-ben következett be, az FTC mellett tartotta őt. Ő volt a megalapítója az FTC evező szakosztályának és az első elnöke is. Ugye norvég származású volt, tehát nem lehet meglepetés, hogyha azt mondom, hogy ő volt az északi sí szakosztály megalapítója, amely szakosztály nem volt túl hosszú életű, de 1910-ben ezt is Grégerzen Endre alapította, és ő volt a tenisz szakosztálynak az első vezetője és alapítója, és hát annak idején még nem volt teniszpályája a Fradinak az 1900-as években, úgyhogy itt a Lónyai utcában működő nagy Grégerzen gyártelep területén alakítottak ki salakpályákat, több ilyen salakpálya is működött a gyártelepen, és az FTC tenisz szakosztálya a bajnoki mérkőzéseit, a játékosok edzéseit itt bonyolították, itt a közeli Lónyai utcában, úgyhogy ez egy nagyon érdekes keveréke volt, vagy vegyülete volt az ipari működésnek és a sportnak. És hát egyébként Grégerzen Endre emellett nagyon szerette a vízi sportokat is, ugye az evezést már említettem. Motorcsónakja is volt, úgyhogy motorcsónak szakosztály alapításán is gondolkodott. Ez végül nem jött össze FTC Kebelen, vagy FTC kereteken belül, de ő többször nyert motorcsónakjával, mert hogy volt saját verseny motorcsónakja, nemzetközi versenyeket itt Budapesten, a Dunán lebonyolított versenyeket 1930-as években. A jogi ügyeken és a sporton kívül mivel foglalkozott még? Hát rengeteg mindennel. Nem volt véletlen a kérdése természetesen, mert hogy nagyon szerette a kultúrát, imádta a zenét, az Operaház baráti körének az alapítója is, egy időben elnöke is volt, nagyon szerette a festészetet, több norvég akkori kortárs festészeti kiállításnak a szervezője volt, és hát persze ehhez még az is hozzá tartozott, hogy ő volt 1905 és 1942 között az első
diplomáciai kapocs tulajdonképpen a két ország, Norvégia és Magyarország között. Ő volt Norvégia főkonzulja, itt a Lunyai utcai palotában, a Lunyai utca 29 alatt működött ez a bizonyos iroda. Nagyon sok mindennel foglalkozott, menekültek támogatásával az első világháború idején és utána, a tanácsköztársaság idején a vörös terror elől menekülőket bújtatta, aztán utána 1920-ban olyan embereket támogatott, akiket azzal vádoltak, hogy a tanácsköztársaságot támogatták. Minden időszakban a gyámolítandókat segítette, és hát természetesen a sport szeretete diplomataként is jellemző volt rá. Több olyan alkalmat is megteremtett, megszervezett, amikor norvég sportolók, főleg északi sportokat végző, vagy gyakorló sportolók, tehát sífutók, síugrók, szánkózók érkeztek Magyarországra, és ezzel is megpróbálta megismertetni ezeket a sportokat a magyar közönséggel. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott, szenvedélyes vadász volt, olyan is előfordult a 30-as években, hogy az FTC labdarúgói számára vadászatot rendezett a Szobi birtok, mert hogy Szobon is volt egy birtok a családnak, a Dunakanyarban, ott rendezett például vadászatokat, úgyhogy szinte nem volt olyan alkalom, amely az FTC különböző szakosztályai tekintetében ne fűződött volna Grégerzen Endréhez szinte 4 évtizeden keresztül. Következő adásunkban is maradunk az idén 120 éves FTC történeténél, átlépünk a második hőskorszakba, és az FTC első olimpiai bajnokát, Kocsis Antalt ismerhetik meg műsorunkból.